gyülekező énekként énekeljük, kedves testvéreim, az új énekeskönyvből a 617. dicséretünk első 4 versét, ami a régi énekeskönyvben a 227. 227. dicséret, amely így kezdődik. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus. Zsoltár első versét énekeljük. A 119. Zsoltár első verse így kezdődik. Az oly emberek
nyilván boldogok. Magasztaljuk tovább a mi Urunkat, és énekeljük a már megkezdett 119. Zsoltárunknak második, harmadik és negyedik versét. A 119. Zsoltár második verse így kezdődik, boldogok azok is, mondom nyilván. Ott nem cselekednek, de
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, mennyei atyánktól, fiától Jézus Krisztustól, megszentelő Szentlélek Úr Istentől. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, a János mennyei jelenésekről írott könyvből olvasom a mai istentiszteletünkön az igét, a harmadik rész 14. versétől a 22. versig. Míg ezt teszem, kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. A jelenések könyve, harmadik fejezet, 14. és következő verseit olvasom. A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál vagy forró, így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védd tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tegye Isten áldása a szívünkben igéjét. Jeltek, ezért imádkozzunk. Kegyelmes mennyei édesatyánk, háladással megköszönjük neked, hogy arra figyelmeztet bennünket, hogy halljuk és értsük a hozzánk szóló üzenetet. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk és figyelhetünk arra, magasztalunk az elmúlt hét minden ajándékáért, a veled és egymással való közösségért. Kérünk, tisztíts meg bennünket teljesen, hogy érthető, befogadható legyen a te akaratod, a te szent igéd. Adj, Urunk, odaszántságot, eltököltséget, követni téged hűséggel és alázattal. Kérünk, könyörülj meg minnyájunkon, betegeinken, öregeinken, szenvedő testvéreinken. Imádkozunk azokért, akik otthon, öregség miatt, betegség miatt, egyedül, vagy beteg ágyban hallgatják majd ezeket az igéket, üzeneteket. Urunk, kérünk, nyisd meg mindnyájunknak a szívét. Te ismersz bennünket, te látod, hogy kinek milyen gondjai, problémái, félelmei vannak, mi miatt csüggette el, vagy reménytelen, bátortalan, hitetlenné vált. Imádkozunk, drága Urunk, a gyászoló családért, akikkel az elmúlt héten kellett megálljunk a közös ravatalon, és kellett búcsút venni a szeretett féltől, drága édesapától. Gyógyítsd meg, Urunk, az ő lelküket, teremts élő hitet a szívükbe, hogy kövessenek téged velünk együtt. Atyánk, fiad Jézus nevében, lelked közösségében kérjük, hallgass meg imádságunkat. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, a tanult éneket. A 386. ének mindkét versét énekeljük el. 386, így kezdődik. Jöjj, áldott nagy királyunk, szívünk csak téged vár.
Jöjj, áldott nagy királyunk, szívünk csak téged vár. Újítsd meg szent egyházad, a gonoszt őzd el már. Addig itt tiszta fényét, nyújtsd fel szívünk reményét. Ó Jézus, jöjj hozzánk! Ha elcsügged a lelkünk, te az reménységet, ha megfárad a testünk, elnyerjük erődet, megváltunk, arra kérünk, védjed, óvjad az éltünk, ó Jézus, jöjj hozzánk! Kedves testvéreim, a Királyok második könyve 22. fejezetéből olvasom Isten igéjét. Királyok második könyve, 22. fejezet, első két verseit. Így. 8 éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Jódidá volt, Adájá leánya Bukadból. Azt tette, amit helyesnek tart az Úr. Mindenben ősatjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el attól sem jobbra, sem balra. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, ha Urunk életünket megtartja és megsegít, akkor néhány alkalommal Jósiás királynak az élet történetéről, illetve arról a területről, gyülekezeti közösségről, országról, Judáról és a Juda népéről fogunk tanulni a Biblia alapján. Azon kevesek közé tartozik Jósiás király a Bibliában, akiknek olvasható az életrajza, és kevés kivétellel csak jókat mond róla az Úr. Ez nagyon nagy dolog. Ilyeneket olvasunk róla a 2. Krónika 34.2-ben. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Vagyis nem amit az ő szíve látott helyesnek, nem mások tetszésére akart lenni, nem másoknak akart megfelelni, hanem az volt az elsődleges, hogy az Úr tetszésére éljen. És Isten ezért nagyon gazdagon megáldotta őt és környezetét is, mert az Úr tetszése szerint járt. Valamint a 2. Királyok 23-25-ben azt olvassuk, nem volt hozzá hasonló király előtte. És ez azt jelenti, hogy a Isten szíve szerint való király, Dávid király is beleesik ebbe a kategóriába, hogy még őtőle is kedvesebb volt az Úrnak a Jósiás élete, pedig Dávidot nagyon-nagyon szerette az Úr. És azt olvastuk, nem volt hozzá hasonló király előtte, vagyis az Isten szíve szerinti férfit is felülmúlta az Úr iránti hűségében és engedelmességében, és ezért lett áldás népére és arra az egész közösségre, amelyet felelősséget kapott az élő Istentől. És amit az imént olvastam, nem tért el Isten igéjétől sem jobbra, sem balra. Mi mindent elkövetett a sátán, hogy a kísértő csak egy kicsit térítse el. Ugodj le! Mondja neki, amikor felviszi a torony tetejére. Hát meg van írva, te angyalai, az atyának az angyalai vigyáznak rád, meg ne üsd lábadat a kőbe. Ne kísérd a te uradat, Istenedet. Az Urat a te Istenedet szolgált, és egyedül őt imádt.
Jézus nem tér el sem jobbra, sem balra az Isten beszédétől, és ugyanezt látjuk Jósiásnál is. Olyan különös testvérek, hogy hol hangzik el először a neve? Születése előtt 300 évvel már elhangzik a Jósiás neve az 1 Királyok 13.2-ben, ahol egy nagyon bátor fiatal proféta arról beszél, hogy jönni fog egy fiatal ember, aki majd a bálványozást az egész országban megszünteti, és a bálványozókat azon az oltáron fogja elpusztítani, amelyen a bálványaiknak áldoznak. És elmondja, hogy ez Jósiás lesz. Évszázadokkal, 300 évvel születését megelőzően már Isten kijelentést ad az ő életéről és szolgálatáról. De az Efézusi Levél első fejezet 14 és következő verseiben olvasunk arról, hogy Isten Krisztusban kiválasztott magának minket már a világ teremtése előtt, hogy fiaivá fogadjon Jézus Krisztus által. A világ teremtés előtt már kiválasztott. De nagy dolog, testvérek! Így gondolt Isten ránk, akik majd évszázadok, évezredek múlva születünk meg, hogy Jézus Krisztusban, ő általa, az egyszülött fiú által mi is Isten gyermekei legyünk, fiai és leányai. Isten így gondolt ránk, és ezt akarja, hogy gyermekei legyünk. Másodszor figyeljünk Jósiás származására. Nagyon nehéz örökséget cipelt Jósiás. Olyan könnyű lenne, vagy jó lenne elmondani, hogy áldott szülők, áldott gyülekezet, áldott közösség gyermeke. Nem erről van szó. Jó lehet királyi sarj, de tudjuk, hogy az édesapja Ámón rettenetesen istentelen és bálványozó ember volt. Olyannyira, hogy ezt a közvetlen környezete sem tudta elviselni. És uralkodása második évében a szolgái ölik meg, és ezt ennek a 8 éves gyermeknek, annyi idős volt éppen Jósiás akkor, el kellett viselni. Megölték az apámat. Rettenetes lehetett. És utána kellett átvenni azt a nagyon nehéz feladatot 8 éves gyermekként, amit hát az apjának kellett volna komolyan vinni és végezni. De hogyha a nagyapjára gondolunk, Manasséra, aki évtizedekig volt király, hát az meg még borzalmasabb. Ő hozza be és terjeszti el igazán a bálványimádást. Elhallgat Isten igéje, és innen is, onnan is, idegen országok területéről és bálvány áldozó papokkal elhintja az ország minden részén az Isten ellenességet és a bálványok imádását. És azért azt el kell mondani, hogy ez a borzalmas, istentelen király megtér az élete végén. Az ember azt gondolná, hogy hogy lehet kegyelmes Isten egy ilyen emberrel, aki bajba és bűnbe visz egész országot, népeket évtizedeken keresztül. Ilyen az Isten kegyelme. Isten rajtad és rajtam is meg tud könyörülni, ha őszinte szívvel, bűnbánattal és alázattal járulok hozzá, ha megvallom, elhagyom bűneimet, és kérek tőle kegyelmet Jézus Krisztusért, mert Jézusnak, Isten fiának vére megtisztít minden bűntől. És egészen biztosan a nagyapjától látott lelkület is megragadhatja ezt a fiatal embert.
Harmadszor figyeljünk a korára, arra az időszakra, amelyben Jósiás élt. Elmondható, hogy talán a legszomorúbb korszak Júda történetében. Júda Izrael országának, zsidók országának a déli része, legszomorúbb korszak. Az Istentől való legnagyobb elfordulás ideje volt ez az időszak. Rettenetes. Ha semmi más, de a bálvány imádás virágzott, úgymond leváltották az élő Istent, elrabolták a néptől az élő Istent, az istentelen királyok és fejedelmek. Nem olvasunk az Úr oltáráról, olvasunk viszont a bálványokról, a bálpapokról. A bálványkultusz minden szinten virágzott. Aztán Isten nélkül éltek ebben az időben, Isten igéje nélkül éltek. Elutasították Isten törvénykönyvét, elzárkóztak előle, és ahol egyáltalán nincs helye Isten szavának, ott szükségszerűen eluralkodik a bűn, és eluralkodik a bálványimádás. Tudva vagy tudatlanul az ördög imádása kerül első helyre, ahol elhallgat Isten beszéde. És mivel az ige világosság, és az igét, mint világosságot eloltják, és ott az hiányzik, akkor a sötétség fog uralkodni, és ez borzalmas. Az Isten háza parlagon hever. Be van zárva az Isten háza. Gondoljunk csak vissza azokra hetekre, napokra, hónapokra, amikor nem tudtunk a templomban Isten tiszteletet tartani. Hát, hogy mi rettenetesen szenvedtünk, azt elmondhatom. Úgy tartani Isten tisztelet, hogy Isten tiszteletet, hogy itt állok, és nincsen gyülekezet. És tudtam én, hogy következő napon vagy napokban látni fogják a tévében, a helyi tévé segítségével sokan, akiknek lehetőségük van ezt az adást fogni, gyülekezet tagjai közül, de hát nem olyan. Nem olyan, mint látni egymás arcát, mint figyelni egymásra, mint örülni, vagy szomorkodni, vagy gyászolókkal együtt lenni. Jaj, de nagy ínséget jelentett, különösen a lelkipásztoroknak, gondolom a gyülekezet tagjainak is, hogy szól a harang, és be van zárva a templom. Borzalmas, iszonyatos, nem kívánom soha többé. Az Isten háza be van zárva, és eloltják a lámpákat is. Az Úr világossága is kialszik. És azt olvassuk, testvérek, hogyha elnémul a kijelentés, az Isten beszéde, akkor elvadul a nép. Ez így van leírva a Bibliában. Elvadul. Elfordul Istentől, szembefordul egymással, elvadul. Ha nem Krisztus követője valaki, akkor az ördög követője. Ez nagyon kemény, súlyos kijelentés, de így van. Milyen szomorú időszak. És ez volt az utolsó egység Júda történelmében, amíg még önálló országrészként működhettek. Mert eljön 722 Krisztus előtt, és Babilónia királya elviszi Júda országrész legtöbb lakosát, rabszolga szíra fűzi őket, és borzalmas, amit ezeknek ott át kellett élniük. Testvérek,
ahol az igazságtól való elfordulás történik, ott a sátán kifejezetten hatékonyabban végzi a maga munkáját. Milyen sokan mondják, hogy majd én uralkodok, majd én megmondom, majd úgy lesz, ahogy én akarom. Nem, úgy lesz, ahogy az ördög akarja. Úgy lesz, ahogy a sátán akarja. Olyan különös testvérek, hogy manapság, amikor elmondhatjuk, hogy soha ennyi Bibliát még nem nyomtattak ki, mint a mi időnkben. És nem kell Isten beszéde. És elutasítják. És nem olvassák rendszeresen nagyon-nagyon sokan. És nagyon sokak számára olyan a Biblia, mint ami a pusztában bolyongó nép számára volt, azt mondták, hitvány nékünk ez az eledel, amikor Isten mannát adott, csak nekik, hogy kenyérhez jussanak, és húst adott, fürdeket összegyűjthették, hitvány nekünk ez az eledel. Nem kell. És testvérek, ugyanez látható Laodicea gyülekezetének az életében is. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, Isten se kell. Majd én egyedül. És kedves testvérek, milyen nagy ajándéka az élő Istennek, hogy ebben a nagyon nehéz körülményben talál egy olyan fiatal embert, akiről elmondhatjuk, hogy osztatlan szívű, és csodálatos, szép ébredést ajándékoz az Úr egy ember által indul az ébredés. Felismeri Isten ellenes állapotát, helyzetét, nagyon mély, alapos, komoly bűnbánatot gyakorol. Isten ad mellé munkatársakat, és elindul az ébredés. A tevékenysége tehát áldott reformációban nyilvánul meg. A reformáció azt jelenti, hogy vissza a forráshoz, vissza az alaphoz, vissza Isten igéjéhez, vissza a tiszta vízhez, az elegyítetlen tiszta beszédhez, amely Isten szájából származik. És ő ezt halálosan komolyan vette, és gyakorolta, és ezt vitte és adta az ország népeinek, és erről majd bőven lesz szó. Először elkezdődik az ő bűnbánata, összetörik, mélyen összetörik az ő szívében, lelkében, és visszatér az igéhez, bűnbánatot gyakorol, és Isten csodálatosan felemeli, és használja az ébredés szolgálatában, és aztán sokan követik a bűnbánatban, az Isten hűséges követésében, és Isten életet ad, és Isten megújulást ad, mert visszamennek a forráshoz. Segítsen bennünket, Urunk, segítsen minket is, hogy kövessük hűséggel és alázattal ilyen vonatkozásban is Jósiást. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindbánattal valljuk meg, hogy sokszor mi is elvakultan gondolkodunk önmagunkról, helyzetünkről, állapotunkról, múltunkról és jövőnkről. Sokszor úgy gondoljuk, hogy jól van az úgy, ahogy van. Nem lehet ezen változtatni. Ki tudna itt segíteni? Köszönjük áldott Jézus, hogy te azért jöttél ebbe a világba, mert tudsz és akarsz segíteni mindenkinek, aki benned bízik, aki rád bízza magát, és aki kész neked engedelmeskedni. Kérünk, hogy újíts meg hitünkben, újíts meg bűnbánatunkban, újíts meg engedelmességünkben, újíts meg az igeolvasásunkban, újíts meg a gyülekezeti közösségbe való tartozásunkban is. Vegyük hűségesen, vegyük komolyan, és hűséggel a te gyülekezetedhez való tartozásunkat.
hallgassuk az igét, énekeljük az éneket, használj bennünket, Urunk, családunk és szeretteink, utcabeliek, településünk, lakói, gyülekezetünk javára. Urunk Istenünk, újra imádkozunk a gyászolókért, Te látod az összetört szíveket, emeld fel őket, Urunk, építsd meg, gyógyítsd meg, szenteld meg. Könyörgünk azokért a fiatalokért, akik az elmúlt napokban elkezdték a érettségit. Segítsd meg őket, Urunk, a továbbiakban is, add, hogy a megtanult anyag eszükbe jusson, amikor írni kell, vagy válaszolni kell a kérdésekre. Segíts meg őket, Urunk, a továbbtanulású útján is. Könyörülj meg, Urunk, a mi fiataljainkon, akikkel most készülünk a konfirmációra. Adjál nekik odaszántságot, eltökéltséget. Segíts meg őket majd a konfirmáció folyamán is. Adjál nekik reménységet, bátorságot. És kérünk, hogy gyűjtsd össze a ránk következő vasárnapa azokat, akiket itt akarsz látni, gyülekezet tagjait, konfirmandusok, családtagjait. Segíts meg őket, segíts meg bennünket, áld meg a Te igédet, és szenteld meg életünket, hogy legyünk a Te nagy neved magasztalására, legyünk fele barátaink javára. Kérünk, Urunk, a óvoda, iskola építéséért, imádkozunk, hogy indíts családokat, akik szeretnék ide elsegíteni a övéit. Szükségünk lenne még gyermekekre, hogy el tudjunk indulni. Urunk, téged kérünk, hogy járj ebben előttünk, és cselekedj kegyelmesen, és beszélj a szívekkel. Imádkozunk a munkatársak kiválasztását, illetően is legyen meg a te akaratod, azok dolgozzanak itt ebben a két intézményben, akiket itt akarsz látni. És kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy a fenntartást illetően is helyt tudjunk állni minden tekintetben. Atyánk, Fiad Jézus nevében, lelked közösségében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Imádkozzuk közösen, fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, Fiúnak szeretete, Szentlélek Isten közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. A 617. ének 5. versét énekeljük. 617. 5. versét, a régiben a 227-es, az 5. vers így kezdődik, erősítsd bennünk hitünket, üdvösségünk eszközét. Erősítsd bennünk hitünket, üdvösségünk eszközét. Vesd tengerbe bűneinket, kerüljük pokol tüzét. Így mi halálunk óráján, életünknek végső táján. Lelkünket, ó Krisztusunk, vedd kezedbe Jézusunk. Testvérek, az elmúlt kedden vettünk búcsút Kazsuk Bertalantól, akinek Isten 72 évet ajándékozott.
és a Veres Péter út 23 szám alatt lakott. A család Isten dicsőségére virágot adományozott az urasztalára. Vigasztalódást kívánunk gyászoló testvéreinknek. Simon Sándorné, Dajka Margit, aki 91 évet élt, és az Orbán körút 10/B második emelet 5 szám alatt lakott, elhalálozott. Temetése tegnap Kisvarsányban történt. Benne Dudás Sándorné édesanyját gyászolja. Vigasztalódást kívánunk, virágot adományozott a lánya, Dudás Sándorné, Isten dicsőségére az urasztalára. Elhalálozott Olá Béláné, Nagy Irén, 92 éves korában, temetése hétfőn 14 órakor lesz Aranyosapátiban. Benne Elek Endréné, édesanyját gyászolja. Vigasztalódást kívánunk. Az elmúlt szerdán délután egyházlátogatás volt gyülekezetünkben. Az elmúlt pénteken Gondnok úrral Szabolcs-Veres Marton voltunk egyházlátogatáson. A gyülekezet szeretettel köszönti a vásárosreményi gyülekezet tagjait. Megköszönöm kedves testvéreim segítségét a pünkösdi adományos borítékok kézbesítésében. Mához egy hétre, május 21-én a délelőtti templomi istentiszteleten konfirmációi vizsgára kerül sor, tehát konfirmáció lesz. Testvérek, az óvodai és bölcsődei álláshirdetésre 41 fő adta be a pályázatát, május 12-ig lehetett pályázni. Június 3-án, szombaton 9 órától nyílt családi napot tartunk. Hívogató az Édenkertbe címmel. Az óvoda és bölcsőde bejárására is sor kerül. Felolvasom a tervezett programot. Köszöntés, igehirdetés, leendő dolgozók rövid bemutatkozása, 10 órai, Peti Bohóc szórakoztatja a gyerekeket, a műsorban szereplő Jónás történetének bemutatása, az első osztályos hittanult gyermekek énekes verses köszöntője. Peti Bohóc lufit hajtogat, 80 darab figura közül választhatnak a gyermekek. Szabadon választható programok, kézműveskedés, arcfestés, csillámtetoválás, igés édességkereső verseny, focizás kiskapura, védőnői tanácsadás, ringató, rendőrségi kutyabemutató, ugrálóvár, ebéd. Az ebéd tortával zárul, amit Ica Bohóc szolgál fel. Ebéd után közös hálaadó imádság. A program változtatásának jogát fenntartjuk, a részvétel ingyenes. Az állásra való pályázások ideje lezárult, azonban a szándéknyilatkozatok beadásának az ideje az nem zárult le. Ahhoz, hogy el tudjunk indulni, még szükség van gyermekekre. Kis figyelmeztetést kaptam, hogy próbáljam pozitívan fogalmazni. Reménységgel vagyunk, hogy lesznek gyermekek, akiket a kedves szülők a református óvodába szeretnének beiratni. Őket is szeretnénk megszólítani a bölcsődés szülőkkel egyetemben, és várjuk, hogy jöjjenek a szándéknyilatkozattal.
ránk következő csütörtökön áldozó csütörtök. Isten tiszteletet tartunk 10:30-tól és 18 órától a templomban. A reformátusok lapját, adakozást, alkalmainkat, iratmissziót hirdetem. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük, kedves testvérek, záró énekként a megkezdett 617. ének 6., 7. és 8. verseit. 617. ének 6. vers: nincsen nékünk itt a földön maradandó városunk. Nincsen nékünk itt a földön maradandó városunk, hanem repeső elmével jövendőt óhajtozunk, ott sok ezer angyalokkal, téged áldunk szent atyáddal. Méltó vagyok, Krisztusunk, erre édes Jézusunk. Hozzád hajtjuk csak fejünket, ó mi édes megváltunk. Koporsunkba, ha beszállunk, ott is légy ámolítunk. Benned édesen alúszunk, eljöveteledig nyugszunk, és örökké Krisztusunk, véled élünk, Jézusunk. Zörgetőknek megnyittatik kegyelemnek ajtaja, megígérte az Úr Jézus, hogy kérésünk megadja. Jövel Jézus és ne késsél, már mellőlünk el ne térjél. Üdvözíts, ó Jézusunk, mi kegyelmes Jézusunk.